Sziasztok! A karantén ideje alatt arra gondolunk, hogy kiválasztunk 16 sportolót, és otthonunkban zárva egy kicsit megdolgozzuk őket. Ha már úgy alakult, hogy úgyis mindenki otthon a négy fal között sütögeti a pecsenyéjét, akkor legalább játszunk egy picit. Ki a legügyesebb, a legokosabb vagy a legkreatívabb, ez lesz a kérdés. Párbajonként 5 játék, a győztes tovább jut, a vesztes pedig tovább unatkozik, úgyhogy ha mindenki készen áll, akkor megyek is a home office-ba, és kiderül ki a mai párosunk. Sziasztok, ez a Karantén Király utolsó 8-a döntője, és már is kiderül, hogy nem csak király, hanem királynő is lehet majd a mai játékunk győzteséből, ugyanis két kitűnő magyar válogatott kézilabdázó csap majd össze ebben a párbajban. Köszöntjük óriási nagy szeretetek Kliminyi Kingát és Fodor Csengét. Sziasztok! Sziasztok! Hello! Ti játszottatok már együtt sokat, vagy mennyit? Mennyire ismeritek egymást úgy egyébként? Még nem jártunk együtt. Hát maximum a válogatott környékén, nem? Elkerültük egymást. Még teljesen? Tehát konkrétan sose volt egyszerre rajtatok még a válogatott meze sem? Nem. Ez jó, mert akkor biztos, hogy nem lesz semmi simli, hanem lesz egy nagyon konkrét csata, egy, hát most nem is tudom, hogy ex vagy jelenlegi Ferencvárosi, most inga státuszában nem is akarok belemenni, de nyugodtan hívhatjuk ezt az elmúlt szezonok alapján egy jó kis Fradi Győr csatának, ami már is kezdődik. Mennyire tartotok a másiktól? Mit gondolsz például Kinga, hogy Csenge miben erős? Mi az a feladat, amitől te magad talán egy picit tartasz? Én egyedül az igazhamistől tartok egy kicsit, meg ettől az arcfelismeréstől. De... Meg az öltözködéstől egy kicsit. Nem, az attól nem. Bízok a ruhatáromban, attól nem tartok. Úgyhogy ez a kettő, amit egy kicsit. Na azért nagyon jó, hogy most két csajjal játszunk, mert ez a mondat, hogy bízom a ruhatáramban, ez garantáltan nem hangozhatott fel az elmúlt 7 műsorban, Csenge? Hát ez így van, ugye Mátéból megtapasztalva az előző adást, hát elég vicces is volt igazából, de én várom ezt az öltözködőset is, csak az utolsó feladatot nem igazából, nekem az a mumus. Én attól félt a legjobban, hogy esetleg olyan nehéz lesz, amit tényleg nem tudok. De bízok magamon, úgyhogy remélem, hogy jó lesz. Annyit mindenképpen el kell mondani, hogy ugye Vida Máté Csenge párja játszott már nálunk, sajnos kiesett, viszont nagyon nagyot aratott akkor, amikor Csenge ruháiban jelent meg, mert Csenge ruhatára lehet, hogy duplán be lesz mutatva a Karantén Király első körében. Jól van, kezdünk akkor, itt az első játék. Az első játék a felképelve, ahol az lesz majd a dolgotok, hogy fölismerjetek egy általunk mutatott, nem igazi arcból igazi embereket, pontosabban női kézilabdázókat, a homlok, a szem, az orr, a száj és az áll is két-két pontot ér, ha meg tudjátok nevezni, hogy kiről van szó. Egy percig jöhetnek a tippek, gátlástalanul csak nevezzétek meg, hogy melyik névhez, melyik arc részlet tartozik. Ha ez megvan, akkor Csengének fogjuk megmutatni most az első arcot, és hogyha kinyitod a fájt és megjelent, akkor indítom az egy percet, és várjuk a tippeket, oké? Nyithatod! Oké, akkor... Indul az óra, kiket látunk? A szem az kiséva, az biztos. Hát az teljesen tuti volt, kettő pont. Az orr az Tomori Zsuzsi. Az orr Tomori Zsuzsi nem jó. Nem, akkor a száj a Tomori Zsuzsi. Akkor a száj a Tomori Zsuzsi, igen, valami Tomori is volt ebben az egészben. Igen, a haj... Fú... Haj, Görbic Anita? Nem. De mondja nyugodtan. Akkor Siti Bea? Nem. Kinek volt nyerő? Ne ragadj le, még az idő fel van. Jó, akkor... Or. Hú. Meg még az áll is ott van. Hát nem tudom ki, hogy milyen állja. A haj. Haj. Nincsen. 5 másodperc. Jó, elengedted? Igen. Oké, az óra egyébként is e pillanatban megáll. Ha lehetett volna rabolni, Kinga? Nem az tudom. Az lett volna nagy dolog. Na figyelj, mondom akkor, hogy kiket látsz a képen, jó? És majd az arcodat figyeljük, és akkor kiderül, hogy mekkora hűha van. Kovacsics Anikónak volt az egyszer a frizurája. Ugye kis évái volt a szem, Szekeres Klárái az orr. És ugye Tomori Zsuzsi száját eltaláltad, és Görbic Anita áll az. Hogy nincs meg? Hát tök nem ezt szoktam, amikor rábeszélek, hanem a szemét.
Jó, tehát nem az állához beszélsz. Oké. Jó, akkor összességében ott tartunk, hogy 4 pontot sikerült Csengének összeszedni az első játék után, és akkor Kinga, te jössz, légy szíves, nyisd meg a fájlt, és akkor, ha megvan, akkor indítom az órát most! Lehet. Fú! A szemre talán magamat mondanám, abban... Igen, a szem Kivinyi Kinga. Igen. Valakinek fekete hajam. Szalai Babett nem? Nem. Szalai Babett nem? Nem. Miről beszélünk? Melyik részletről? A szájra gondoltam, de nem. Isten. Hát. Van egy tök jellegzetes pont amúgy, de mindegy. Aj, az... Kluiber Katrin? Nem. Nem. Jellegzetes pont. Igen, van egy anyag. Jó, menjünk tovább, ne ragadj le, még van 20 másodperc nagyjából. Még kell az orr, a száj, az áll. Nyugodtan tippel, semmit nem veszítesz fel, ha mondasz pár embert, nagyjából így néz ki. Oké. Szájra mondok egy fekete hajó. Zácsik Szandra? Igen, Zácsik Szandra! Egy másodperc van még előtt beficet. Lerőlködj, letelt az egy perc. Jó. De hát ez, gyerekek, ez egy időn túli hetesnek is beérő nagy találat. Azért mondom, ez a kis pöty szerintem az tök sokat segített. Mondom akkor, hogy kik voltak a képen. A frizura az egy Fodor Csenge nevű játékosé. Jó, bár lehet, hogy most egy picit most lehet a szőkép, de összességében abszolút az övé. Tiéd volt a szem, azért a tükörben láttál már ilyet. Igen. Háfra volt az orr, ugye Zácsik Szani volt a szem, és Bíró Blanka álla. Hát ez ugyanakkora adósság. King, ez egy ugyanakkora adósság, mint a föl nem ismert Görvitz Anita. Igen. Jó, egy krémes itt, egy krémes ott Görbicnek és Bírónak. Igen. Jó? És akkor ez azt jelenti, hogy ezzel az utolsó pillanat a Zácsik megfejtése 4-4-re mentette az állást, vagyis egyelőre fej-fej mellett a két kézis lány jön a második játék. Jön a mezeket fel, ami egy picit exotikusabbnak ígérkezik, mint a férfiakkal lejátszott első 7-8-at döntőben, de a téma pontosan ugyanaz, 2 percet kaptok arra, hogy felöltözzetek egy bizonyos csapat szurkolójának. Nagyon fontos 2 szempontot mondanék. A pontozásnál egyrészt számít, hogy hány ilyen színű ruhadarab van rajtatok, másrészt, hogy egyébként milyen ötleteitek vannak, ami nem ruhadarab, ez lehet bármi a lakásban, bármilyen tárgy, amit a kezetekébe tudtok kapni, vagy a fejetek búbjába belehúzni, szóval lehet kreatívkodni. A másik fontos szempont pedig az, hogy 2 perc után itt találkozunk, és tetőt az abig át fognak fésülni benneteket régi gyermekkori álmomnak ezennel teret adva. Úgyhogy, ha mindenki kész van, akkor a 2 percre bekészítem a stopper órát, és kimondom a csapat nevét. Ha nem tudjátok, googlizzatok, de az már a 2 perc rovására megy. A csapat tehát, amelynek a szurkolójának be kell öltözni, nem más, mint a Los Angeles Lakers. És mind a 2-t tudták. Tisztáznunk kell nagyon gyorsan 2 mondat foszlányt. Ki az, aki azt mondta, kinek a pasija mondta azt egészen pontosan, vagy a férje, hogy basszus, az mosásban van? Debreceni. Azt már szeretnénk tudni, hogy mit nem szedtetek ki a szennyes ládából, és azt nem, is hallottuk, hogy Mártének Schlatkerten hagyta a sapkáját. Igen, volt. A régkőző sapkáját. Igen. Csenge. Igen, ő mondta. Ja. De ez a két szín, amikor rühellek, a lila meg a sárga, és semmi ruhám nincs olyan volt. Igen, rühellem, nincs is ilyen ruhám, úgyhogy csak az edzőspólót találtam, de hát meg a Mártének. Na jól van, ne magyarázkodj, sőt, inkább mondd el, hogy mit tettél magadra, akkor gyerünk. Hát ezt a sárga pólót, de várjál. Igen, egy sárga póló. És a másik sárga pólomat meg felhúztam nadrágnak. Nagyon cuki. Picit zacsiban erősnek érzem. Igen. És a Máténak a lila pulcsi, ennyi. És ennyi? Ennyi.
akkor tényleg kellett volna Soltvat kertről az a Lakers-ös sapka. Hát ki tudta, hogy a sárga, meg az arany, meg a lila az nem a te színed? Hát látom. Jó, hát az összességében akkor darab szerint 3 pont, és mondjuk mellé rakunk egy másik pontszámot majd egy picit később. Nézzük a sárga teddybernek beöltözött Klivinyi Kingát. Mit van? Van egy ilyen sárga zakom, csak a divat kedvéért. Igen. Vettem ez a pulcsihoz egy ilyen sárga övet. Nagyon stílusos. Igen. Hát a legdurvább, hogy van Lakers-ös pulcsi. Van Lakers-ös pulcsi. Az a ti... Menj már! Ezt van. A mázlistát. Igen. És van sárga aláöltöző is. És ki a Lakers szurkoló? Hát nem én, gondolhatod. És akkor még... De felállok a székre. Van egy ilyen sárga szoknyám. És ez tényleg szoknya, ez nem valami szoknyává van zsált póló. És még van egy ilyen sárga nadrág is. Óriási. Még hoztam egy ilyen sárga gyont is, hát ha valamire jó. Picit vártam, vagy reméltem, hogy a kutyákkal is kezdtek valamit, egy sárga masnival, vagy esetleg egy lila, nem tudom, aki gyűjtő zacskóval, de összességében megvan tehát akkor a végeredmény. Hát darabra az ugye ez objektív és könnyű, 3 pontot tudunk adni Csengének, és jár az 5 Kingának, hiszen ő az 5-öt az kimaxolt, ami darabszámra adható. Ekkora mázlit, hogy így beletrafáltunk a Lakersbe, azért ebben nyilván van egy nagy adag szerencse is, úgyhogy maradjunk abban, hogy így aztán 4 pontot Kingának és 3-at Csengének megajánlunk stílusügyileg, ami összességében azt jelenti, hogy 9 pontot szerzett ebben a játékban Klivinyi King, és 6-ot Fodor Csenge, ami azt jelenti, hogy ez a 3 pont, ez pont a 3 pontnyi különbség most kettőtök között a második játék után. Mindjárt folytatjuk. Az első 2 játékot követően 13-10-re vezet Klivinyi King a Fodor Csenge ellen, a karantén király utolsó 8-döntőinek jön a 3. játéka. A trükköm az egy nappal ezelőtti történet, de bőven best before-os, mert hogy a két lányt, ahogy minden más részvevőt, arra kértük, hogy mutassanak nekünk valami olyan eszeveszett otthoni karanténos aktivitást, amiből kiderül, hogy egyébként egyrészt nincs ki mind a 4 kerekük, másrészt, hogy másról is eltelhet ez a 4 fal közé zárt idő, mint csak másfél óra súlyzózással és aztán sorozatnézéssel. Úgyhogy most azt fogjuk csinálni, hogy megnézzük a két lány videóját, és aztán meghallgatjuk Serre Péter Balaton északi partján felvett értékelését. Elsőként lássuk, hogy mit eszelt ki erre a játékra Klivinyi Kinga. Na figyelj, ezzel a taktikával meg tudjuk nyerni a meccset, csak nagyon koncentrálni arra, amit tudok. Figyelj, a kettőt megzárod, akkor rátérjük a kettőt. Figyelj, a 3-as kép, akkor pedig a és hát ez óriási. Köszi. Vártam, hogy mi lesz, amikor azt magyarázol, és a Dézi, ahogy néz, óriási. Nagyon jó lett. Minden taktikai utasítást maradéktalanul betartott? Tehát nem mondtál neki mást, ugye? Nem. Még meg is zárta a védőt, belépett a kettő közé, nagyon jól csinálta, extra volt. Jó van, látszik, hogy az edzői véna azért nem áll tőled messze. Igen, mert hát szeretnék majd edzősködni, úgyhogy gondoltam, hogy még itt itthon vagyunk, megpróbálok egy kicsit gyakorolni, ha már a kutya meg tudja csinálni, mit mondok, akkor hát, ha majd más is. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ha egy boxert arra ráveszel, hogy betartsa a taktikát, akkor nem hiszem, hogy egyébként később komoly gondod lenne majd a pályán. Ez volt tehát Kinga videója, és akkor ugrunk egy házzal, meg néhány kilométerrel arrébb, megnézzük, hogy mit talált ki nekünk Fodor Csenge. Come on.
Jó, van, ez is kutyán. Nagyon mozgásod van, Senge, azt kell, hogy mondjam. Köszönöm szépen, hát igyekeztem. Sokat jár bulizni, gondolom, gyakoroltan. Nem zabált fel a kutya? Nem értek kutyaharapásra? Nagyon vadállatnak nézett ki ott a végén. Ja, picit aggódtunk miattad. Hát igazából én is azért féltettem a bőrömet egy kicsit, mert nagyon vérszomjas volt ott a végén, ahogy tudott ülni, nézett a kis szemével, de hát megúsztam, az a lényeg. Jó, és akkor ezt nyilván úgy kell képzelni, minden este, miután már lement a nap, akkor ezzel töltöd az idődet, tehát ez nem tudom, mennyire széria tartozik. Amúgy az jutott eszembe, hogy egyszer lekapcsolnák Vetlen Győrben a fényeket egy meccs alatt, akkor gyönyörűen le lehetne közvetíteni a Pálcika ember kézilabdán. Hát így van, szerintem ez még plusz vicces is lenne, úgyhogy ez lehet majd egy ilyen jövő kézilabdája. Jó, ezt az ötletet minden esetre megtartjuk. Lássuk, hogy mennyire tudtátok lenyűgözni a két produkcióval. Serre, Péter. Köszöntöm a nézőket. Sziasztok, lányok. Hát a két első női versenyző a Karantén Királyban, Kinga és Csenge, ezzel a kis csodás balatoni virággal köszöntelek benneteket. Nagyon tetszett mindkettőtök videója. Kinga, nagyon eredeti az ötlet. Isteni, fogod a papírt, és mint ahogy a bulinál szoktuk látni, amikor időt kér az egyik csapat, és az edző lerajzolja a kaput, és mutatja, hogy te innen, oda, beadod, a beállós, bemegy, belecsíp a seggébe, megkapja a labdát, pisz, gól. Elmagyarázod, és nézzük, hogy mi lesz, és erre jön a kutya. Isteni, és figyelj, a kutya így áll, így az a csodálatos boxer, és az egyik szemfoga az így kiáll a szájából, mint a Grúnak a kutyája, csak annak azt hiszem 8 darab szemfoga van összesen. Baromi helyes az egész. Utána kijössz, eldobod a labdát, a kutya megy, megfogja. Figyelj, tömör, egyszerű, lényegre törő, igazi, női kreativitás. Nagyon-nagyon tetszik. 8,78-at tudok adni rá. Csenge. Itt is nagyon jó az ötlet. Nagyon, nagyon tetszik, hogy beállszod, és nem tudom, hogy mi lesz. Egyszerűen ott áll a csaj, valami kis fura cucc van rajtad, lekapcsolod a villanyt, és jön a pálcika ember. Eszméletlen jól mozgatod a kezedet, jól mozgatod a csípődet, nagyon tetszik, hogy egy Bee Gees számot hoztál, 77-es szám, szerintem te még akkor gondolat sem voltál, tehát utána néztél, bejöttél az én történelmembe egy kicsit, nagyon szerettem a Bee Gees-t fiatalon egyébként, és ezután megfordulsz, és a pálcika embernek a seggén van két csodálatos kis karika, amelyik így mozog tovább, és ezzel az ember fantáziája elszalad. Állati helyes, és azt gondolom, hogy na jó, ez van, ezt találta ki a csaj, de nem, hanem még megfejeled, ugyanis jön az iszonyat hang, szerintem a Jurassic Parkból valamelyik T-Rexnek a hangját kikölcsönözted, és fogja, és megeszi a táncost. Majd látjuk az édes kiskutyádat, annyi hát hogy mondjam, szépséghibája, látom, hogy a nagymama keze az ott van, vagy a pasidé, és éppen tolja oda a kutyát, hogy ne menj el, mert itt kell lenni a képbe. És ettől még egy kis finom bájt kap az egész. Nagyon tetszett, nagyon kreatív, jó pofa, jó kivitelezett dolog volt, 9,18-at adok rá. Na hát a minimális különbséget tényleg csak egy kilógó szemfognyival, ezzel a 2,8-addal kapott tömbet Csenge a mutatványára, ez ugye annyit jelent, hogy ha döntetlen a vége, akkor gyakorlatilag ez a minimális tört pontszám tud majd rangsorolni. Hát sok tisztázandónk van, például a nagymama vagy Máté keze paskolja be a kutyát a képbe, Csenge? Anyukám, jó. Mert nem nagyon akart maradni, akkor az feltűnt Scherer Péternek is, hogy azért ő egy ilyen... Hát ez ilyen többszöri próbálkozás volt igazából, tehát próbáltuk becsalogatni szépen valahogy, hát nem maradt ott, úgyhogy muszáj volt leültetni valahogy, és átgondolni a koreográfiát, hogy most hogy legyen a kutya belevonva, úgyhogy, de őt nagyon stresszelt ez az egész, úgyhogy ott kellett maradjon, nem akart nagyon így belefolyni. Jó van, és mit szóltál te az értékeléshez, Kinga? Én nagyon tetszett, nagyon vicces volt, amiket mondott, és tényleg ilyenek a boxerek, tehát hogy így nem tudom mást erre mondani. Ez azt jelenti, hogy akkor van most egy pontszámunk 3 játékot követően, ami egészen pontosan úgy fest,
hogy e pillanatban vezet Krivinyi Kinga 21,78 ponttal, 19,18-ada van Fodor Csengének, úgyhogy továbbra is elhanyagolható a különbség, amikor ráfordulunk a negyedik játékra. Ha hiszed vagy semnek, az a lényege, hogy összegyűjtöttünk tőletek 3-3 állítást, amelyből csak egy igaz és kettő hamis, de gyakorlatilag eldönthetetlen, vagy nagyon reméljük, hogy eldönthetetlen, hogy melyik az igaz, melyik a hamis, úgyhogy 5-5 pontért egymásról kellene valahogyan felderítenetek az igazságot ezügyben, és akkor Csenge, készülj, mert te leszel az első, mondok 3 állítást neked Kingáról, találd ki, hogy melyik az igaz 5 pontért. Jön az első, A. 14 évesen vax ment a hajamba, ezért szinte kopaszra kellett vágni. A B állítás, néptáncosként még bemutatón is részt vettem. Vagy pedig a C állítás, szinkronhang voltam a Jégkorszak 2 című rajzfilmben. Fú, hát hozzáteszem, hogy mind a három azért óriási sztori, de az utolsót azt kizárnám, mert azért ismerem a meséket, így képbe vagyok, és nem tudom, annyira nemrég Kinga benne lett volna. Ő volt valamelyik ilyen kis havasi gyopárnak a hangja, és csak egy nagyon pici szerepet ott. Nem, csak egy szerepet. Na igen, ezt kizártam. Igen, az elsőt azt teljesen valószínűnek tartom, mert hát ugye azért a kézilabdában vannak balesetek, és hát ilyen is megesett, hogy szegénynek annyi vax ment a hajába, hogy le kellett teljesen vágni. De mit mondtál a B-re, ne haragudj, hogy néptáncos? Azt mondta, néptáncosként, igen, még bemutatója is volt. Fú, hát amúgy ezt is el tudom képzelni, de... Na, akkor melyik legyen? Legyen. Az első megértésem az A volt. Legyen az. Legyen az A? Igen. Ez pedig Csengegy. Á, rossz válasz. Mert hogy mi az igazság, Kinga? Hát a néptáncos. Tanultam is, meg volt egy bemutatóm is, persze nem így egyedül, hanem ilyen még az iskolában, azt hiszem első vagy második osztályban volt az osztályfőnökünk, ilyen fanatikus volt, aztán nekünk is ezt kellett csinálni. Biztos csúcs szuper módon roptad. Persze. Azért halkan örülünk, hogy azért még kézizel inkább, és nem a rakott szoknyák világát választottad. Ez tehát most pont nélküli első kör volt Csengének, viszont Kingán a sor, hogy Csengéről meghallgasson 3 állítást. Figyelj, itt az első. Kiskoromban író szerettem volna lenni, írtam is egy mesét. Vagy a B. Minden karácsonykor egyhuzamban végignézem a Harry Potter összes részét. Vagy pedig a C. Elhagytam az egyik BL aranyérmemet. Hú, hát ez igazából mindegyik. Tudnám mondani, hogy igaz. Talán az első, az mi volt? Az első, azt talán kizárom. Az egy író szeretett volna. Igen, azt szerintem kizárom, de nem tudom. Azért egy BL aranyérmet csak nem hagy el az ember, azért azt nagyobb becsben őrzi, bár lehet, hogy akkora volt a buli, mondjuk, hogy a Csenge elhagyta. De én inkább a B-t mondanám, a Harry Potter maratont. Tehát, hogy minden karácsonykor végignézi az összeset. Igen. Kinga, ez egy rossz válasz. Csenge, mi az igazság? Az A volt. Nem hagytam el az érmemet, de viszont volt kiskoromban egy olyan vénám, hogy én író szeretnék lenni, és csináltam is, volt egy ilyen kis naplóm, és abban rajzoltam is a szereplőket, és minden mese elején megrajzoltam a szereplőket, és utána hozzájuk írtam a mesét. És bármi meset cím, vagy egy figuranév, bármi van, csak hogy egyszer szembe jön majd valaki, aki esetleg ellopta a kézirataidat, és utána világhírű író lesz, akkor azonosítsuk, hogy ez a te ötleted volt? Megvan minden, azért anyukám elrögte, de a címét ezt nem jegyeztem meg egyiknek sem. Jól van. A lényeg az, hogy neked is azért lesz majd egy titkos hobbit, hogyha esetleg egyszer úgy alakulunk majd a kézizés után, az még messze van. Minden esetre pontot egyik ötök sem tudott szeretni az első körben. Nekifutunk a másodiknak. Csenge, figyelj, de hátrányban vagy, neked ez most nagyon kéne, állításra Kingáról. Itt az A. Matek versenyen országos 3. lettem, 4. osztályban. A B. Szerettem volna, ha a férjem felveszi a Krivinyi nevet. Vagy pedig a C. Gyerekkoromban szerettem matchboxozni. Azért a matchbox az ilyen videójáték?
vagy, én ezt nem tudom. Annyira szeretem, hogy ennyire gyönyörűen fiatal vagy, nem? A Matchbox az egy... Ez hogy kérdezik? És a Matchbox az egy kis tologatós autó. De semmi baj, csak leolvadok a cipőmből, hogy ennyire öreg vagyok. Hát Matchbox, igen, tologatsz egy kis autót. Ja, értem. Hát igazából a B-t szerintem az azért nem volt tervben náluk, hogy a DD venné fel a Kingának a nevét. Azt úgy nem tudom nagyon elképzelni. Igen. Az A az mi volt? A matek verseny, országos harmadik. Hát azt is el tudom képzelni, de. Mondanám a C-t most. Tehát azt mondod, hogy matchboxozott. Azt mondom. Ami a közhiedelem igen. Szerint picit fiús játék. Csenge, ez egy jó válasz! Oh. Végre. Mi az a Matchbox? Hogy lehet azt elmondani, mi az a Matchbox? Az a Matchbox, nem? A Matchbox igen, egy Matchbox. A kis autók, igen. Rákeresek, jó? Figyelj, ez a minimum, amit meg kell tegyél, hogy rákeresem, mi a Matchbox. Megígérem. Jó, most te megtartottad a Matchboxokat? Fú, hát megtartottuk, mert minden ilyen régi játékot megtartottunk a tesómmal, hogy majd egyszer a mi gyerekeinknek jó lesz, de most neki pont az a korszak van a kisfiának, hogy kéne, és sehol nem találjuk, viszont valahol biztos, hogy meg. Így szokott ez mindig lenni, minden esetre az aktuális állás az, hogy Csenge ezzel az 5 ponttal éppen átvette a vezetést, úgyhogy az utolsó játék előtt kérdés, hogy ő vezet majd, vagy ha ezt kitalálja, akkor Kinga, úgyhogy figyelj Kinga, jönnek Csengéről az állítások. Az A. 47 másodperc a rekordom a Rubik kocka kirakásában, vagy a B. A lovaglás volt az első sportág, amit űztem, vagy pedig a C. A karantén ideje alatt kettőnk közül csak Máté vasalt. Nem tudom, azt valahogy én nem tudom elképzelni, hogy a Csenge Rubik kockázna, bár azt se tudta megérzni, hogy mesét ír, szóval... Csupa meglepetés. Igen. Fú, a Máté vasal. Hát, az még inkább, az talán benne van. Csenge, neked dolgozni kell az imidzseden még, mindenképpen. És akkor volt még egy olyan, hogy a lovaglás az első sportág, amit űztem. Azt tudom, hogy atlétikázott, szóval az... Hát nem tudom, hogy mennyire. Jó, megjelölöm a C-t. A C-t tehát, hogy csak Máté vasalt, ez pedig Kinga egy rossz válasz! Mondom, hogy... Még Csenge, az imidzseden dolgozni kell, mert képzeld el, hogy Kriminyi Kinga nevű kolléginát azt feltételezte rólad, hogy te hozzá nem nyúlsz a vasolóz, és a pasiddal tolatod a gőzt. Baj. Azért, mert néztem a YouTube-os videójukat, és ott mondták, hogy megosztják a házi munkát, szóval gondoltam, hogy mit tudom, hogy Csenge főzött, a Máté meg vasalt, vagy valami. Ilyesmire gondoltam, hogy látom. Csenge, melyik az igaz? Hát... Mármint a munka megosztás. Az igaz állítás. Nem, az ja. Állítások közül. Hát a lovaglás. Lovaglás volt. De azt hittem, hogy ez amúgy nagyon le fog érni, mert nem tudom, mostanában a karantén ideje alatt azért mentem el egy-kétszer lovagolni, és nem tudtam, hogy eljut-e hozzád is az a videó. Úgyhogy remélem. Ja, azt hittem, hogy nem tudod, hogy nem látott-e meg véletlenül. Nem láttam sajnos. De az volt az első, de jól mondtad, atletizáltam is, de az csak később, az csak 14. De ez valami speckó lovaglás? Tehát a díjugratás, vagy micsoda? Hát ugye akkor még kisebb voltam, de versenyen is indultam amúgy. És akkor még amikor ilyen kicsi voltam, akkor ilyen ügyességi verseny, de volt benne ugratás is, szlalomozás, tehát mindenféle dolog volt, de nyilván azért kisebb méretben, mint a rendes lovaglásnál. Minden esetre ez most jól hozott a konyhára neked a lovaglás is, meg úgy, ahogy van ez a játék, mert ezek szerint akkor az útékunk előtt átvetted a vezetést, az állást, tehát e pillanatban Kriminyi Kinga 21,78-ad és Fodor Csenge 24,18-ad. Jön a finálé!
Úgy alakult ez a nyolcaddöntő, hogy 3 ponttal kell többet szerezni Krivinyi Kingának Fodor Csengénél ahhoz, hogy ismét az élre álljon, és egyszer mint meg is nyerje ezt a versenyt. Úgyhogy a hátrányban lévővel kezdünk. A feladatot Kinga annyi lesz, hogy minél kevesebb állításból megnevez nekem azt a női kézilabdázót, akire gondoltunk. 1 és 10 között szabadon választhatsz, hogy melyik állítás jöjjön. Szerencse dolga, hogy könnyebb vagy nehezebbet találsz. Nyilván mindig az a könnyű, meg az a nehéz, amit tudsz vagy nem tudsz, de van közte ilyen is, olyan is. Tessék, szabad a pálya. Oké, akkor mondok egy 6-ost először. A 6-os. Már 24 évesen én voltam a norvég válogatott csapatkapitánya. Jó. 8-as. A 8-as. A 2017-es világbajnokságon 46 gólpasszal én lettem az assziszt királynő. Oké, mondok egy Stine Oftedát. Ez egy konkrét rákérdezés. Igen. És Stine Oftedál egy jó válasz. Egy jó válasz. Zseniális. 9 pontot szereztél, és ez egy nagyon-nagyon fontos gyors megfejtés, mert fordult a kocka, méghozzá nagyot fordult a kocka, és ha nem is a Rubik, ami ugye kérdés volt nemrég, de mindez azt jelenti, hogy maximum 4 lehetőséged maradt Csenge arra, hogyha nyerni akarsz, már pedig tudom, hogy akarsz nagyon, hogy kitalált, hogy kire gondoltunk. Ha megmondod 1-ből, 2-ből, 3-ból, vagy 4-ből, te mész tovább, ha nem, akkor Kinga. Jó kis feladat. Mehetünk? Hát, a magásra tette a lécet, úgyhogy ijedtem. Oké. Neked egyébként meg lett volna, lévén csapattársadról van szó ennyiből? Igen. Az elsőnél még nem, de a másodiknál már biztos voltam benne. Jó. Na nézzük akkor. Jöhetnek a számok. Oké. 5-ös. Az 5-ös. 2 országban összesen 9 bajnoki címet nyertem. Oké, akkor legyen egy 2-es. A 2-es. A vállam és a térdem miatt is kellett már több mint 1,5 évet kihagynom. Jó, egy 8-ast. A 8-as. 2 csapatban is elnyertem a Bajnokok Ligája gólkirályi címét. Okay. Most azt tudod, hogy hol tartunk, tehát ha ezt most megkérdezed, akkor ebből meg kell mondani. Igen, tudom. Mennyire vagy közel? Van tippem, de amíg kell, akkor legyen egy 10-es. A 10-es. Szülővárosomnak köszönhetően jelenleg a legjobban fizetett játékosok közé tartozom a szakágamban. Meg vagyok. Akkor ha most kimondasz egy nevetéses stimmel, akkor te nyerted meg a játékot. Jó, Krisztina Neágút mondanám. És ő az, Krisztina Neágú. Ezzel pedig a létező legszorosabb különbséggel, a Scherer Péterféle 2-8-addal Fodor Csenge van ott a legjobb 8-ban. Gratulálok. Meg persze neked is kívánok, ez bomba jó játék volt, nagyon szoros játék volt. Hát ez ilyen tipikus Győr Fradi volt szerintem. Hát akármi is lehetne, de végén nyer a Győr, így erre tippel? Nem volt. Gondoltam, hanem itt szoros meccseket szoktunk játszani. Szoros. Jó, hát egyébként tényleg így volt. Tényleg így volt. És presszis csata volt, és klassz meccs volt. És nagyon jók voltatok a végén ráadásul, mert ugye Kinga betetted egy jó kis szoros csikátorba Csengét, onnan kellett kijönnie. Hát az biztos, hogy elvágta a másodiknál. Ja, láttam, hogy azért nyeldekeltél az első két megfogalmazás, az még viszonylag tág volt. Ott kezdtem már rákapizsgálni, amikor mondtad, hogy vált érd, akkor azért leszűkítettem valamennyire, és utána az utolsó 2 az másokat segített, de az elsőt azt nem tudtam volna abból csak. Figyelj, az, hogy vár és térdsérülése volt, az annyira leszűkít, hogy innen már csak nagyjából 3000 női kézilabdázó maradt. Nem. Gondoltam, hogy valami olyasmi lesz, mint, vagyis hát próbáltam arra gondolni, hogy ilyen Oftedál színvonalba gondolkoztam. Szintű. Igen, igen. Jó. Hát nagyon gratulálok, ugye azért hozzátartozik az igazsághoz, hogy a család becsületét is meg kellett menteni, miután a férfi, akinek hol a keze, hol a lába lógott be a képbe, Vida Máté, ugye résztvevője volt a játékunknak, de ő kiesett, Fodor Csenge viszont viszi tovább a vérvonalat.
King a fájó szívvel, de tőled elköszönünk egy nagyon klassz meccs végén. És jó, hogy itt voltál, és reméljük, hogy azért egy picit jobb volt ettől a karantén. Persze. Nagyon élveztem, köszönöm. Köszönöm mind a kettőtöknek, Csenge, veled még találkozunk majd, jó? Egy újabb kézis csatában, de ezt még nem árulom el, hogy kivel. Sziasztok! Sziasztok! Kinga ma nem csak Csengével, de saját magával is szembenézett, majd megjelent egy Lakers mezben, miközben Csenge hiába keresett bármilyen lilát a szekrényben. Aztán fordult a kocka a neon pálcika ember táncával, és végül kigondolta volna, Csenge talán életében először örült Krisztina Neagunak, és ő maradt a királynő jelölt hét férfi társaságában a legjobb nyolc között.